Leszakadt ajtók, meghajlott motorháztető, szilánkosra tört szélvédő. Szinte felismerhetetlenné vált az az autó, amely szerdán reggel 5:30 egy tehergépjárművel ütközött össze Szarvaskőbel területén. A baleset következtében a gépkocsi maradványai az útszakasz különböző részeire repültek, ezek eltakarításának, valamint a helyszínelés idejére az érintett szakaszt lezárták a forgalom elől. A baleset következtében a személygépkocsit vezető férfi orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett. A helyszínelés ideje teljes útlezárás volt érvényben, melyet a rendőrök 9:10-kor feloldottak. A baleset körülményeit az egri rendőrkapitányság vizsgálja. Szabó Boglárka sajtóreferens elmondta, habár ebben az esetben nem a biciklisek megjelenése okozta a problémát, azonban a tavasz és a jó idő beköszöntével megnövekszik számuk a közutakon, így körültekintőbben kell közlekedniük az autóvezetőknek. Ezért a rendőrség arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek a balesetek elkerülése érdekében.